Szép jó napot mindenkinek! Itt ismét Darkside, és most késeken belül a kés zárakkal szeretnék kicsit foglalkozni, és rengeteg fajta létezik. Bocsi. És kíváncsi voltam, hogy például ki esetleg melyiket ismeri, illetve ki melyiket esetleg preferálja. Egy-kettőt sajnos nem fogok tudni bemutatni, mivel nekem nincsen meg, nem is biztos, hogy lesz esetleg olyan fajtám, legalábbis ebben a közeljövőben nem tervezem, de van egy kés, amit talán be tudom mutatni. Ez például ez a kés, ez egy kifejezett, hát nagyon szépen néz ki, és nagyon jó, és ez egy úgymond tradíciónak, USA-nak mondanám, tehát USA-ba vettem, viszont rendkívül szar. Tehát ez a kés, amilyen jól néz ki, ugye látjátok itt hátkeresztzáras, be tudom zárni gyakorlatilag minden gond nélkül a keresztzárnak. Halljátok, hogy csörög, és semmilyen tartása nincsen. Ez rögtön, ahogy a boltból kijöttem már, tehát ez ilyen $2 kis szar, csak a formája miatt tetszett meg nagyon, tehát ilyet nem nagyon láttam még. Amúgy marha jó kés lehet, nem? Teljesen minden ilyen. Mint látjátok, ott bent az a kis pöcök, az így az első kinyitásnál ez így kijött belőle. Nem is tudom pontosan, hogy hogyan kell tartani, nem akartam még szétszedni ezt, mert valószínűleg ez akkor úgy maradna örökre. Viszont semmit nem tart. Tehát ez egy nagyon jó kis kés lenne. Tehát ez egy nagyon jó formájú kés lenne, tradicionális kinyitóval, keresztzár, ez ilyen plusz lenne benne. Szerintem sokkal jobban megérte volna ezt a kést esetleg enélkül csak simán ilyen kinyitósra tenni, mert így olyan furcsa, tehát nem tart, nem is olyan nagyon furcsa. Tehát míg a normál kinyitósoknak itt van egy pöcök, amit beakad, ennek ugye szinte azonnal visszacsukódik. Most éppen pont tart, de amúgy nagyon hamar visszacsukódna, tehát ez a fajtát én inkább, és ha is ugye a tradicionálisnál van általában ez a köröm megfogó, hogy kinyitod, amúgy meg semmi tartása nincsen. Tehát ez egy kicsit, hát most kicsit nagy csalódás volt nekem, tehát tényleg csak azért tartottam meg, és nem dobtam a picsába, mert jól néz ki a formája miatt. Úgyhogy erről ennyit. A másik, ugye a tradicionálisabb, ami ma manapság jobban elterjedt, ez az alsó keresztzáras. Mint látjátok, kihúzzátok, becsukjátok, és ugye van általában egy rásegítő rajta, vagy nincs, ez kiderül, meg mindegyik kés négyedi. Ennél egy olyan hibába ütköztem, előnye, hogy nagyon egyszerű használni, és a legtöbb késnél megvan, könnyen lehet, jól tart, semmi gondja nincsen igazából. A hátrány, amit néztem, hogyha valaki esetleg egy olcsóbbat vesz, vagy nem is olcsóbbat, mert az nem sem jellemző, hanem kicsit hanyag volt esetleg a gyártó mondjuk annál, akkor előfordulhat, hogy itt nem pontosan illeszkedik be ez alá, a tartó alá ez a kis pöcök. Ami azt jelenti, hogy hát éppen hogy tart. Ezt a szolárpanel esetemnél tapasztaltam egy ilyet. Ez volt az egyetlen késő, aminél ezt tapasztaltam. Amúgy ez is egy emtek. Hogy nem teljesen ugrott be, és ezt nekem egy kicsit le kellett ott csiszolnom, hogy beljebb menjen. Mert különben előfordulhat az, hogy itt mondjuk így feszegeted, és így hopp, nem tart, és így becsukódik véletlenül mondjuk a kezedre, amikor pont nem kéne, hogy ott legyen. Ez veszélyes ebből a szempontból, úgyhogy jól meg kell nézni, hogy tényleg ott van-e, és tényleg rendesen tart. Ha normálisan van megcsinálva, nagyon sok késnél használják, szerintem a késémnek a 80%-ánál biztos, hogy ilyesfajta zár van rajta. Annál az egynél találkoztam egyedül ilyen hibával, nyilván 10-ből 100-ból egy biztos előfordul, vagy selejtes gyártásnál, vagy éppen így sikerült, tehát amúgy az emtekeknél nekem nem szokott gond lenni, mondom azt, hogy se a csiszolásra simán megoldottam, de erre azért figyelni kell. Ez egy tök egyszerű használat, nem is olyan bonyolult technika, a lényeg az, hogy azért jó anyagból legyen viszonylag megcsinálva, hogy véletlenül se csukodjon rá esetleg a kezedre. A másik, ami hasonlóan alsó keresztzáras volt, ezt a havertól kaptam. Ez egy másik formája, csak elkészítve. Mint látjátok, találkoztam már ilyennel, csak nem éppen ilyen vékony szilettószerűségű késsel, ami azt jelenti, hogy nem egy vékony fém van oda betéve, ami erecés, hanem egy ilyen kicsit oldalra húzható. Tehát valószínűleg kényelmesebb az újnak. Tehát ennyi a történet igazából. Ugyanolyan elven működik, csak mondom, egy kicsit más a kialakítása. Szerintem ahány gyártó, annyiféle. Amúgy ez is egy semmi, mint egy sima egyszerű kínai, tehát semmi, azt sem tudom igazából, hogy honnan jött, mert tényleg csak ajándékba kaptam. Havertól, mert megtalálta, és ajándékba el akarta küldeni, mert tudtam, hogy szeretem a késeket. Mint látjátok, azért ez egy kicsit már használt, de azon kívül elég masszívnak tűnik ennek ellenére. Tehát ez egy ilyen, igen, kés már. És mint látjátok, nem
vékony, hanem egy kicsit vastagabb, tehát más az elrendezése, de ugyanaz a funkciója igazából. Tehát ez is egyfajta megoldás az alsó keresztzárasnak. Ugye itt van a tipikus, vagy mondhatnám hagyományos fajta, ezt most ne tévesszem, meg kulcstartónak is lehet használni. Ebben semmilyen különbség nincs, és annyi, bocsánat, nem is ilyen nagyon, hogy ennek a hátulján itt van szintén egy ilyen felső záros. Tehát annyi a különbség, hogy ez még nem az, ez még egy régebbi szintén, hogy nem itt a közepére csinálták meg ezt a felső zárat, hanem itt hátul, a kulcstartónál, hogy lenyomod, és így be tudod hozni. Viszont úgy kinyitni, semmilyen rásegítő nincsen rajta, tehát ezt igazából ugyanúgy csak a körmöddel, az is van kihagyva neki, azzal tudod megcsinálni. Itt alul ugye nem zavar semmi, könnyen jár a kés, nincs ami kiálljon belőle, hátul lehet tenni. Ezt a kés nem is nagyon éleztem, nem is nagyon políroztam, nem foglalkoztam annyira vele, mondom, ez egy igen régi, nem is tudom, még talán piacon vettem, valami miatt megtetszett, nyilván azt hiszem kínai, itt a jelből is kiderül, hogy Fujunji, Fujumi, mindegy kínai. Az, azt hiszem ebből is láttam egy jó pár kést, amit fent lehet, tehát ez egy régebbi kifejezetten. Tehát ez is mondjuk hátsó zára, de ez mondjuk elmenne ilyen autentikusnak is, ha nem lenne itt ez a zárja, mert azok is hasonló, teljesen úgy nézne ki, csak annyi ugye, hogy azt le lehet zárni itt a... Vagy könnyen vissza lehet hajtani, nélkül, hogy zár lenne rajta. A pillangókést azért soroltam ide, mert ugye ennek teljesen egyedi a zár rendszere, hiszen ebben magában van a kés, ez ugye ez. Itt csak annyit tennék hozzá, hogy ennél vigyázni kell, mert nekem a régebbi késeimnél kifejezett pillangóról beszélek, ott ez nagyon hamar meglazult. Tehát ez itt a csavaroknál, ami tartotta, ez ilyen pár ilyen beakasztás után nem tartott rendesen, lötyögött benne, tehát ennél például látszik, hogy itt ez elég... Na, az anyádat már masszívabban benne, most pont leszem kilazult, rohadjál meg. Kilazult, és néha utána kell húzni ezt a csavart, mert nagyon laza, és így gyakorlatilag így jár benne, ami azt eredményezi, hogy csak véletlenül megfogod az egyik oldalát, akkor hopp, kinyílik kapásból. És ennél azért elég veszélyes, hogyha kinyílik a zsebedben, vagy kiesik, vagy mit tudom én, mert nem tudod éppen melyik felével veszed ki, aztán lehet, hogy éppen fölvágja a gatyádat, a kezedet, meg stb. Tehát ez egy ilyen hátsó záras, vagy nem is tudom, minek mondanám, de ez ugye egyedi a pillangónál. Biztos láttam már olyat is a pillangónál, hogy két oldalról fogta be valami, fogta be egy ilyen valami, és úgy akasztotta be, de tehát ott a kés markolata maga volt vékonyabb, de nem volt olyan esztétikus igazából. És az is egy pici volt. Tipikus hátsó keresztzár, ez egy sima, egyszerű műanyag, semmi különlegesség nincs benne, fogazott az éle. Most ezzel fogazottaknál is meg egy kicsit lőve, hogy ez mennyire jó, meg mennyire nem, mert valamelyiknél használható, valamelyiknél viszont annyira roncsul, annyira elveszi ezt a vágóélt, hogy szinte vágni sem lehet vele, hanem szakítani lehet vele szó szerint. Az egyoldalas hátsó él, ez egy tipikus példa arra, hogy ez egy jó működő, és a hátsó keresztzár, azt nagyon sokan preferálják, nagyon sok cég használja, főleg az elitebb késeknél, legalábbis ahogy láttam. Az alsó keresztzárat egyszerűbb azt hiszem talán elkészíteni, hogy itt látjátok, ott is benne van, így kéne működni a másiknak is, csak hát ez nem működik. Hogy ez elég masszív, elég strapabíró, az egyik legstrapabíróbbnak tartják ezt a fajtát, tehát magát a zárrendszert, és ez is, hát ez nem tudom milyen régi, ez még azt hiszem apámé volt, még nagyon-nagyon-nagyon régen szerezte, ilyen tök egyszerű, de a mechanikus szerkezete, és azóta tényleg nem is volt nagyon ápolva, mint látjátok, azért van egy-két ilyen rozsdaszerű dolog rajta, vagy nem is tudom, lerakódás, moha, vagy amit Isten tudja, hol használta, ezt nagyon régen nem vettem elő, viszont azóta, annak ellenére maga a zárszerkezet tökéletesen működik. Nem akad, nem recseg, jól csinálja, könnyen ki lehet nyitni, úgyhogy ez egy nagyon jó szerkezet. Ugye ez volt, ez a modernebbik változat a Dimmester késének, ugyanez gyakorlatilag. Fönt a szerkezet, elég nehéz, elég komolyan, nyilván ez egy vaskosabb penge természetesen, de ez is, mint látjátok, taktikai késnek is, annak is milyen szép a hangja, amit hallottátok, pontosan beleilleszkedik, belemegy, nem lehet, tehát itt a alsó keresztzárral azért... Lehet, hogy ennek a késnek nem biztos olyan jó lett volna, mert elég éles, elég különleges, aztán lehet, hogy az ugrat bánta volna. Ez egy nagyon biztonságos zárfajta, plusz azzal van megspékelve, hogy itt van egy zár rajta, hogy még véletlenül se tudjad kinyitni vagy becsukni akaraton kívül véletlenül. Tehát se a zsebedben, se a izében is úgy szoktam mondani, hogy beakasztom még a biztonság kedvé, hogy legyen, és akkor ugye jobb kézre rááll, pont a bal kézzel, ugye az más kérdés. De pont rááll, lefelé nyitva, fölfelé zárva, és akkor se kinyitni, vagy hogyha kinyitottad, se zárni véletlenül sem tudod. Tehát ez inkább az elitebből, hogy ilyen komolyabb pengéknél van, és ez egy plusz
plusz védelmi rész rajta, hogy ne tud véletlenül se kinyitni úgy, ha nem akarod a pengét, vagy ne lehessen inkább kinyitni. Tipikus, sima egyszerű késeknél például, ami lehet, bár nem vártam, azt hittem, hogy ennél is alsó keresztzárás lesz, a kis Spider Steel-emnél. Spider Steel, ugye? Spider's Steel, igen, ez is egy faj, de ugye erről van, volt egy videóm is, ez is hátsó keresztzáros, tehát nagyon jól működik, nagyon jól meg lehet csinálni. Nem mozog, nem lötyög, ez egy sima, egyszerű, olcsóbb késfajta, ennek ellenére viszont marha jó, és a zárja is nagyon jó, tehát azóta is hibátlanul működik. Mint látjátok, itt nem nagyon lehet látni a csavarokat benne, el vannak fedve, de nincs se lötyögés benne, se tart, se ilyen mozgás esetleg oldalirányba vagy előre. Jól tart, mi az isteni nem fókuszál, azt nem tudom. Ja, mert lejjebb kéne tennem, oké. Tehát annak ellenére nagyon jó tart, és a legtöbb késemnél ugyan a alsó keresztzárásra van egy 2-3, aminél felső, és ez egyáltalán nem gond. Ugye a bezárásnál annyi, hogy hátrébb teszed, be is van nyomva, de általában lehet egy újabb, viszont ennél nagyon könnyű, és néha így rácsop. Tehát, hogyha éles, így rácsopódhat a kezedre, ami hát kényelmetlen szokott lenni. Ezt azért mindenképpen az inkább két kézzel ajánlanám. Rugós bicskák ugye szintén, vagy automaták. Ennél is ugye különlegesség, le kell nyomni, és így megy ki. Itt egy zár, ez már nagyon öreg, tehát ez iszonyú, ez legalább 40-50 éves körülbelül, tehát azért nem fog működni, szuperálni, azért a zárja is, azért ez komoly, nem így kéne csúszkálnia, ugye megakadályozza azt, hogy véletlenül is megnyomd a gombot, és esetleg kinyíljon a zsebedben, vagy a kezedben, vagy stb. Nyitva van, kinyílik, ha! Most kivételesen elsőre kinyílik, azt hittem, hogy nem fog kinyílni, ez is szerintem valami rossz fráj, valószínűleg németek csinálták. Amikor először kaptam egy ilyet a kezembe, még nagyon fiatalon, gondolkodtam, hogy a picsába kell ezt bezárni, és nem tudom hányszor forgattam, mire rájöttem, ugye, hogy itt kell. Érdekes megoldás, ugye ezeknél máshol szerintem nem is biztos, hogy elfért volna a hely rajta. Vékony penge tart, tehát félre ne esd, ugye fölugrasztja, és fölül van itt egy gomb, amiből beleugrik gyakorlatilag, mint látjátok, ez ugrik bele. Tart. Nem annyira jó, mint nem annyira strapabíró szerintem, mint a felső keresztzárás, de hát nem, ennek nem is ez a dolga, meg hát ilyen vékony késsel mondjuk feszegetni bármit is azért nem olyan jó. A legtöbb ilyen filmben ilyet látjátok, rugós kések, meg főleg a régi 80-as években nagy divat volt, hogy mit tudom, ekkora, és akkor kinyitják, meg ugye automata, az nagyon, na például most elbaszódott, jól nézett ki, ahogy használták. A használhatósága, hát főleg inkább szúrásra, vágásra, azért nem biztos, hogy ajánlom. Hátsó keresztzár, vagy felső zárnak egy mennyi érdekes példája, hogy pont ezen a béna későn kell bemutatnom, hihetetlen, de sajnos nincs másik. Felső, hátrahúzás és oldalsó, ennek a kettője van, és így lehet bezárni. Ez is egyfajta felső zár, de érdekes, hogy ugye rugó van benne, és így kell. Elitebb késnél is láttam, tehát valószínűleg nem ilyen, hanem hasonló, hogy így kell hátrahúzni. Viszont ez ugye két kézzel lehet csak akkor gyakorlatilag becsukni, de nincs egy kezes változata, mert nem ér odáig el. Ez egy nagyon béna régi kés, tehát ez tényleg ez egy kis szutyok volt. Vágni vág, tehát azóta is, tehát maximum a... Ebben Shane Sloan. Tehát mi a franc ez? Master Cutlery. Ez sem mond sokat nekem, valami viszonyú piacos volt szerintem ez, amit végigvettem. Tehát a maximum festék meg a olyan díszek koptak le róla, viszont maga a kés az használható állapotban van. Jó, hát ha kiélezném rendesen és vigyáznék rá, mert ez egy tényleg egy olyan fajta volt, hogy fogalma sincs, hogy ez hogy került hozzám, őszintén megmondom. Tehát az összes késem, hogy tudom, energőzöm sincs, hogy ez mi a francot keres nálam, és én, hogy én vettem egyáltalán, vagy kaptam, vagy találtam, vagy mit csináltam. Jó kés, hegyes, éles is még, meglepő. Ez jó ideje nem vettem elő, általában ez van mindig a doboz alján, látszik is rajta. Ez a zárja az, ami nagyon érdekes, hogy így záródik be. Alul ugye nincs alul keresztzár, itt egy rugót húzol hátra, itt akad be szintén fölül ebbe a részbe. Ez is egyfajta biztonságos tartás, ugyanis ez is piszkosul, strapabíró, és nem tudod szétszedni simán. Most ezek voltak azok, ja, és ugye egy van még, amit sem tudok megmutatni, ezt csak utána tudtok esetleg nézni ti is az eBay-en, ez úgy nevezik, hogy a mechanikus zárak, mechanical locks. Ez mindegyik különböző fajta, olyan általában kés, hogy amikor ki van nyitva, az egész maga
ne, a markolata a zár is egyben, tehát amikor be van, tehát a maga a markolata csúszik, azt transformálod át másra, azt húzod rá a pengére, ezek mind ilyen mechanikus záraknak nevezik gyűjtő néven, és ebből rengeteg fajta van, az eBay-en is sok fajta van róla. Az, hogy a penge miből van, kétséges, meg nem tudom, meg van, biztos vannak jobbak belőlük, de mindenképpen érdekes, hogy itt például úgy csinálod, hogy mondjuk így van a kinyitott állapotban, és utána így mondjuk a pengére húzod rá azért, vagy így kinyitod, és úgy teszed rá, de a lényeg, hogy a markolat az, amit variálsz, és szétszedsz egy több, esetleg három darabba, és ezt húzod rá a pengére. Érdekes megoldás, nem tudom, hogy mennyire strapabíró, nem volt még soha olyan késem, és most nem régóta vettem én észre, vagy láttam, vagy tanulmányoztam is őket, hogy ez most jó lehet, nem lehet jó, mennyire strapabíró, milyen penge fér el benne. Egy ötlet, mert ha összecsukva egy ilyen kés, akár ha nem látszik és rendesen rá van húzva, akár még egy kulcstartó is lehet. Tehát nem látszik az például, mint ebben, hogy itt ugye kilóg a penge, hanem majdnem az egész rá van húzva, és akkor mit tudom én, mondjuk egy ilyen ekkora rész van, ami a penge kilátszik belőle, de hát az akár egy dísz is lehetne egy kulcstarton, tehát azt nem mondja meg senki róla igazából, hogy ez egy kés. Nyilván nagyobban azért ez már problémásabb, de ezek azok a úgymond mechanikai zárak, amik fönn vannak. eBay-en láttam, rákerestek a Mechanical Lock, biztos egy csomót ki fog hozni, és lehet, hogy nem is ez a teljes neve, csak éppen elnevezték ennek. Kétséges, és én is mondom, egy párat láttam még csak belőle valójában. De ezek ugye a felső záras, az alsó, ezek azok a plusz esetleg a zárrendszerek rajta, ezek azok, amik a legtöbb késnél megtalálhatóak. Az alsó záras tipikus, ugye a régi autentikus magyar, vagy egyáltalán régi bicskáknál ugye ez a maga kinyitó, ahol itt fönt van egy ilyen háromszög bevágás, vagy négyszög, és akkor abba beleugrik, de ugyanúgy vissza is tud tenni, tehát az ugye nincs sok gond rajta, nem tud sok minden elromlani benne, viszont gond, hogy visszafelé veletlenül megüti valaki, akkor átcsapódhat a kezedre. Ezeknél az ugye ki van küszöbölve, pont ilyen dolgok miatt, főleg a taktikai késeknél. Ezt ilyesfajtát, illetve ezt a fajtát tartják az egyik hát általában, de mondjuk ez kinek mi a preferenciája, ki mit szeret, ezeket tartják a legbiztonságosabbnak, tényleg nem volt még olyan véletlen sem, hogy ezt mondjuk az ujjamra csaptam volna, csak hogyha hülyéskedtem, tehát ugye félig volt becsukva, azt természetesen a zár nem tudja garantálni, hogy akkor nem záródik a kezedre, de az összes többinél a zár meg ilyenek, ez mind megakadályozta, hogy véletlenül is kinyissam, becsukjam, vagy bármi csináljak, ami esetleg mondjuk oldalamba szúródna, hogyha zsebbe van. A pillangókésnél ugye ez egy kicsit vigyázni kell vele, mert mint mondtam, lazul, de igazából a pillangókésnél több helyen is elmondják, hogy minden a csavarokat, mivel te általában trükközni fogsz a pillangókéssel, mindig általában ellenőrizni kell. Tehát sokkal jobban, mint az általános késeknél, ugye az főleg a zárszerkezetet meg könnyen kinyílhat, és ha elveszik, akkor meg nem tudod másképp bezárni. Ma gumit kötsz rá, de ez meg hülyén néz ki. Tehát ezt tudom ajánlani mondjuk a pillangónál. Ez lenne úgymond az autentikus, ez nem lenne rajta, bárcsak ne lenne rajta, mert nagyon szar, fogalmam sincs, hogy fogom még ezt megjavítani, vagy ki fogja ezt megjavítani, vagy egyáltalán meg lehet-e, mert elméletileg ennek nem kéne ott bent így lötyögnie, fogalmam sincs, hogy hogyan túróba lehet szétszedni még. Féltem őszintén, megmondom, hogy nem tudom összerakni, és ezt sajnáltam volna, mert max így tök jól néz ki. Kis szalonázókésnek tökéletesen megfelel szerintem még a mérete is, mert 8 cm, ez talán, de nem szerintem kisebb nála igazából. Tehát ez sokkal jobb lenne ez miatt a zárszerkezet nélkül, legalább jól megcsinálták volna, mert hiszem, hogy olyan marha bonyolult lett volna. Rugós késnek ugye ez a kihajtható sziletó, ez általában azt hiszem, hogy a legtöbb sziletónak ilyen nincs is másfajta, tehát ilyen zárható rész, meg gomnyomásos, és az automatáknak, és félautomatáknak, bocsánat, és akkor ezzel lehet megoldani. Itt van ugye a másik keresztzárás, amikor ilyen vastagabb, ebből is több forma biztos, hogy már létezik, de ugyanabban a kategóriában, tehát az alsó zárásra tartozik. Úgyhogy igazából ki melyiket szereti, ki melyik, mindegyik késnél más, mindegyik gyártó szerintem használja mindegyiket, az egyiket egyik késével, másikat másikra teszik rá. Mindegyik működik, tehát mindegyik működik, mert nem volt még olyan, hogy levágtam volna az ujjaimat, ugye mind megvan. Valamelyik könnyebben használható, valamelyik egykezes, valamelyik két kézzel kell használni, valamelyik ugye egy kézzel vagy két kézzel, ki mennyire dönti el, olcsó késeknél drágábbnak, mert szinte mindig csak arra kell vigyázni, ugye, hogy rendesen záródjon, ne legyen gond, tehát a, hogy is mondják ezt a rendelésnek, rendeltetésének megfelelően használjad, mert ha hülyeskedsz vele, akkor tönkre lehet vágni bármilyen kést. De én azt tudom mondani, hogy ezek a zárakat, amiket én is úgymond ismerek, és láttam is, nyilván ez csak a zsebkéseknél van, a mechanikusokra, azt keressetek rá tényleg, mert azt sajnos nem tudok mutatni, de a többit azt körülbelül itt, mint látjátok, nekem is a több legkésőbb késen ezek a zárak vannak. Köszönöm szépen a figyelmet!